az évek felettünk. Nyugdíjasnak lenni, hú, de nagyon jó. Ugye, hogy kit érdekel más, dől hozzád a pénz, semmitől se félsz. Nyugdíjasnak lenni jó és kész. Hogy mennyire jó nyugdíjasnak lenni, azt ma még nem tudhatja Bakos Sándor, hiszen még ma dolgozik utoljára, ezzel a vonattal vonul nyugdíjba délután. Nem hiszem, hogy hosszasan be kéne mutatnom Bakos Sándort, 40 éve dolgozott a vasút kötelékében, volt vasútbiztonsági revizor, helyszínelő, és ez még ebben a filmben jelentőséggel bír, mert kollégáim meglepik majd Gödöllő állomáson, de nem lövöm le a poént egyelőre. Dolgozott ő a metrónál, vezetett metrót éveken keresztül, volt ő féklakatos, volt ő műhelyben, szintén hosszú évekig, és természetesen vezetett mozdonyokat, villanymozdony, dízelmozdonyt a MÁV-nál és Hévet nálunk. Az utóbbi években járművet vezetett, a Hévnél is vezetett mozdonyt, és a klasszikus mögöttem látható hévszerelvényt. Ez a film abból az alkalomban készül, hogy Sándorunk nyugdíjba megy, és majdnem kifejtettem a lényeget, hogy oktatott, nagyon sok mindenkit oktatott, többek között engem is, ezúton is köszönjük neki a jó szavakat, nagyon sok mindent tanultunk tőle. Sanyi, eljött az utolsó nap. Boldog nyugdíjas éveket! Már csak a nyugdíjasok én a világ, akik ott ajánlnak rám, és fogsoruk is van, már lassacskán rájönnek, hogy nem lesz ez így jó. Jó napot, Bakos úr maga az? Nem, én buli van? Nem. Mi ez itt? Vín Bakos. Vín Bakos. Kaptunk egy bejelentést, hogy nyugdíjba akar vonulni. Igen. Maga ivott? Igen. Hát megnézzük. Meg kell. Hogy kell? Egy pillanat. Jó, hosszan, erősen fújja, legyen kedves. Okay. Ez nem jó. Nem jó. Még egyszer. Hát, a szégyűjjel kettő sok fújkát. Hossz, ami nem kattan. Na most? Nulla. Hogy igaz a volt, Bakos úr? Hát, hogy lehet ez? Nem értem. Akkor ezzel gyorsan változtatnunk kell, Bakos úr. Nullával nem lehet nyugdíjba vonulni. Éjha! Atya úristen! Hova ülhetek? Ha. Ez is eljött. Hova teszem a... Ó, de jó. Lufira, Sanyi, arra a lufira, ami ott van, arra. Figyeljetek már. És a... Biztonsági igazgatóság megállapította, hogy maga nem ivott, tehát tényleg jogos a szándék, hogy mehet nyugdíjba, hozzájárulunk egy kis nerűt. 0%! 0%-os? Igen. Ezt ő egy kedves régi ismerősöt küldi. Hogy adjam át, hogy te adtad neki, vagy nem, csak így? Az üres volt. Az üres? A üres üveg volt. Ez a nagy Andor. A nagy Andor, tudom. Úristen. Vég, legalább te ismersz. Hát mit tagadjam, rezignál, nyugger vagyok. És örülni kell már annak is, hogy a szívem még dobog. Utatra közlekedsz, minden megállóban, álljál meg! Sebességed úgy változ meg, hogy a VBO utol ne érjen. De jó esik, ha úgy érzem, hogy van, aki még szeret. Ne mondd azt, hogy nekem már nem lehet. Csorlan, köszönöm szépen. Jó céges, ajándékos. Igen. Nem kell visszamondani? Bizony. Kéne, majd megtanulom. Azt visszajövök, és visszamondom. Nincs miért szégyenkeznem, nyugger vagyok. Cinkotok keresi a nyugdíjas ötös fordát, vétel. Itt eljövünk, én a hátterről indulunk. Akkor Cinkotal Sándornak itt Cinkotán a harmadik vágányon a megálljás helyre megváltozott.
húzzál fel a K3-ig az A betűig, és ostoros út kézzel lezárva, és akkor meghaladhatod utoljára cinkot a C bejárati jelzőjét, és akkor gyere, Sanyi, várunk. Köszönöm, vettem, azt már elfelejtettem, mit mondtam, mert én hülye vagyok, de megcsinálom. Vétel. Így is jó, rendben. Kifolyan, egy csepp se belőle, inkább a vérem bőrtik el. Hát figyelj, 70-nél sokkal jobb volt az a pálya, mint. Meg keresünk olyan táblát. Még marad benne. Csinálunk. Oktatói pályafutása során. Legtöbbünknek máig a fülébe csengenek szavai, főleg mert azok általában nagyon hangosak voltak. Aranyköpései legendásak, amikor valaki például van évbe kiáltó baromságot mondott a tanfolyamon, már az enyhet is tőle a terem, hogy micsoda! Vagy hogy ki mondta nekik ezt a hülyeséget, én kutasztám! De olyan is elhangzott tőle, hogy már veszitek ezt a a célom mindennel egyébként az volt, hogy valamit javítsak az embereken a vasúthoz való hozzáállásán, mert ugye az oktatás az nem csak oktatásból áll, hanem nevelésből is, még akkor is, hogyha felnőtteket kell nevelni, mert kell. Tehát az mese abban, hogy valaki idejön, az kész ember, mert ez nem igaz, mert nem kész vasutas. És a vasutas ember, meg az ember között óriási különbség van. Azt azért tudjuk, nem? Hát ez így van. És ott élek, és